Voltak már bobozni? Igen. Igen? És milyen volt az első élmény? Nagyon jó. Tetszett? Igen. És honnan érkeztek, hogy kérdezem? Dereskéről, Debrecen már. A szomszédos megyékből, Hajdúságból, Nyírségből többen többször látogatnak el a Zemplén Kalandparkba. A hosszú hétvégén is inkább az ország keleti feléből érkeztek látogatók, néhány százzal többen, mint tavaly, mondta el nekünk Bolega Erika, a létesítmény vezetője. Az elmúlt évinél egy közel 2 millió forinttal jobb bevételünk volt az 3 napnak az átlagában, míg vendégszám tekintetében ez százas nagyságrend. Tehát ebből látszik az, hogy akik eljönnek, azok lehet, hogy nincsenek akkora létszámban, de nem átutazó vendégek, hanem tartósan nálunk tartózkodnak, és úgymond kevesebben több pénzt költöttek nálunk a hosszú hétvégén. A kalandparkban látogató családok még ma is igyekeztek kihasználni a jó időt és a szünidő utolsó napjait. A legnépszerűbb élményelem kétségtelenül a bobozás. Voltunk többször. Jó, persze, el lehet tölteni itt akár több órát is. Kellemes, jó hely. A nyár még véget sem ért, de a kalandparkban már készülnek a síszezonra. Szeptember 12-én nyit a síiskola, így a kalandpark elemei mellett a sísport kedvelői is megjelennek majd a Magashegyen.